igenis, hogy lefolytat ez ügyben egyeztetéseket, különösen így április 3-a előtt 60 nappal, fordulhat bárhogy a kocka, és nem biztos, hogy egy ilyen elfogult névsor akkor majd jó fényt vet az önéletrajzba későbbiekbe. A munkahelye elvesztésével fenyegette burkoltan a szekszári polgármesteri hivatalt irányító jegyzőt, az észes Illés Tamás a hétfői közgyűlésen. Az indulatos kirohanásra azért került sor, mert Illés Tamás kifogásolta a helyi választási bizottság összeállításának módját. Amire a jegyző azt mondta, az mindenhol bevett gyakorlat, hogy ezt a munkát a hivatal vezetői végzik el. A nem mindennapi fenyegetés a Fidesz frakció vezetőjéből választ váltott ki. Nem szabad ilyet csinálni szerintem, tehát megfenyegeted a jegyzőt, hogy lesz majd, amikor már tényleg nyertétek, előbb nyerjétek meg a választást, és akkor utána se kell ilyeneket csinálni, tehát úgy gondolom nem fenyegetjük a hivatali dolgozókat, ez szerintem kellemetlen, ezt mondd vissza Tamás. A napi rendek között szerepelt a város egy 476 millió forintos tartozása is. 2018 és 2020 között ugyanis ennyi hátraléka keletkezett az önkormányzatnak a Volánbusz felé a helyi tömegközlekedés biztosítása során. A Tolnai megyeszékhelyen már évek óta küzdenek azzal, hogy a szolgáltatás veszteséges. Igazán jó megoldást eddig még nem sikerült találni. Most arról döntöttek a képviselők, hogy módosításokat kérnek a tartozásról szóló szerződésben. A fizetési megállapodást ebben a formában nem fogadja el a közgyűlés. Tájékoztatja a Volánbusz ZRT-t, hogy a megállapított tőketartozást 476.614.439 forintot szándékában áll maradéktalanul megfizetni. Fizetési szándékának igazolására a javaslata szerint módosított fizetési megállapodás mindkét fél által történő aláírását követően 5 munkanapon belül 106 millió forintot kifizet a Volánbusz ZRT-nek. Ezek mellett díjakátadásról is tárgyaltak a képviselők, így zárt ülésen választották ki azt, hogy kik kapják idén a Szekszárd sportolója, a Szekszárd edzője, valamint a Szekszárd büszkesége nevű elismeréseket.